Hellóskacok! Ebben a videóban megmutatom nektek, hogyan lehetek jobb streamerek Twitch-en. Vágjunk is bele! Először is kezdjünk bele a legalapvetőbb dologba. A programba, amit használtok, streameléshez. Hát az én esetemben az OBS, Streamlab OBS, nagyon jól működik, meg vagyok vele elégedve. Hogyha akartok egy Streamlab OBS beállításos videót, akkor azt jelezzétek lent a komment szekcióban. És lehet, hogy következőnek meccsen azt. Második tipp, ahogy az első volt az OBS-es, a PC. A PC-nek, na jó, ez most nem show-off, nem azért van így a kamera beállításom, mert az RBG-től lehet egy fos PC is RBG-s. Hát, hogyha két PC-vel streamelsz, akkor kicsit könnyebb dolgod van, de viszont attól függően lenned kell egy capture cardot. De hogyha egy PC-ről nyomod, akkor elég erősnek kell legyen. Nem annyira, de viszont elég erősnek. Egy gyors tipp, hogyha streameltek, és OBS-en teszitek, akkor hogyha az OBS-t lerakjátok a tálcára, akkor körülbelül én jó 100 FPS meg fog takarítani. Szóval a game-ben több FPS-t, de sokkal. Még Fortnite-ban az én esetemben ugyanígy volt. Jó. Továbbra is. Építs egy közösséget. Ezzel azt értem, hogy csinálj egy DC-szorot. Manapság még az analfabéta is tudja egy DC-szorot csinálni. Vagy kérd meg valakit, hogy csinál neked. Rakj ki az info szekcióba, stream alá. Rákattintanak, már azonnal van egy közösség. Azzal az ember után tudsz játszani, mondod neki, ó, streamelek, vagy a stream, akarod, benézhetsz, vagy raksz egy linket a DC-en. Bejön, király. Több néződ az. Következő, csinálni egy menetrendet. Az nagyon, de nagyon fontos, hogy legyen menetrendet. Hogy szóval az emberek tudják, hogy mikor fog streamelni, mondjuk, hogy tervezzék be mondjuk a hétköznapjukat, hogy menjenek biciklizni, vagy pedig üljenek otthon az ágyba, és nézzenek téged egész nap. Szóval, vágod, hogyha mondjuk beállítasz a streamben, mikor én biciklizek, akkor lesz, nem fogom nézni. Lehet, hogy pár nézővel kevesebb lesz. Csinálj különböző platformokat. Mondjuk, legyen ez Instagram, YouTube, Twitter, meg persze Twitch. Twitch-en streamelsz. És hogyha csinálsz egy közösséget mondjuk YouTube-on, Twitteren, Instagramon, hogyha kiposztolod oda mondjuk, hogy megyen a stream, gyertek, event van, vagy valami ilyesmi, vagy nem tudom, verj nagy dobra azokon a platformokon, ahol már neked van egy közösséged, hogy te ott most streamelsz, gyertek nézni. Következő, jól tudj beszélni az emberekkel. Ez nagyon fontos. Ha nem tudsz beszélni, akkor streamelhetsz 22 órákat, meg 45 órákat, hogyha nem fog tévét senki nézni, mert egy helyben ülsz, és akkor csak játszol. És nem fog senki nézni. Szóval semmi értelme nincs. Tudnod kell beszélgetni az emberekkel, és annál fontosabbra, tudnod kell olvasni a chatet. Szóval, ha nem olvasod a chatet, mondjuk nekem, én mikor régen néztem a videókat erről, hogy hogyan növeket Twitch-en, akkor volt egy ilyen, hogy beszélj a chathez. De mondom, de nekem, hogyha nincs senki a chatemen, mert kezdő streamer vagyok, és nem ír senki a chatre, akkor én mit írjak a chatre? Na, erre is van egy megoldás. Tanálj, keresd barátokat. Tudom, hogy sokatoknak nincsen, de keressetek. Hogyha bejöztök a DC-szeromra, ott leltek. Megírhatok, nekem is. Bejöztök a DC-szeromra, ott tudtok keresgetni a csapatkeresőre. Na igen, visszatér, keresd barátokat. Vagy ha nem, akkor csak beszélj magadban. Szóval, úgy egy fa, ez zöld. Ha. Vagy nem, ez nem volt jó. De keresd valami elfogásokat, amiről tudsz beszélni magadban. És utána, hogyha mondjuk bejön valaki, és lássad, hogy te beszélgetsz, akkor lehet olyan szólni, hogy hello, neked mi a véleményed erről a fáról, mondjuk most, amit az elég behoztam. Senki nem mondta sosem, hogy streamelni könnyű. Streamelés az nagy erőfeszítés. Igényel. Hogyha azt hiszed, hogy ez könnyű, akkor arra van az ajtó. Keresd barátokat a Twitch-en. Így lehet, hogy együtt tudtok streamelni. Amúgy, ami nagyon sokat fog segíteni a streamer karrierben, mert több ember fog ismerni azon a platformon. Szóval mondjuk, hogyha már jónál vagy,
mondjuk most egy példa, Mario-nál vagy, akkor hogy átmentsz Luigi-nél, ott már fognak ismerni, és lehet, hogy mondjuk, hogyha görgetnek lefele, lássák, hogy ó, ott azt a csávot ismerem, meg írtatok. Mert beszélgetett Mario-val, meg Luigi-vel, meg együtt játszott. Mivel most 2020 lesz, meg most 2019 van, senki nem akar látni olyan streamet, ami lagol. Mindegy, milyen pró vagy, hogyha lagol, senki nem fogja nézni, mert ugyanúgy neked is egy néződ van, meg a mellett, meg az ember, aki streamer melletted, annak is egy nézője van, de viszont annak jobban, nem simább a streamje sokkal. És így át fognak menni más izéről. Szóval próbál meg egy stabil gaming setupot összehozni, amivel tudsz normálisan streamelni. Ha erre ő szeretnél egy tutoriált, vagy valamit, azt jelezd a kommentben. Következő, hogyha eddig majd tolod a streamet, minden jól megy, nézd vissza magad! Ez nagyon fontos. Ha visszanézed magad, akkor meg tudod állapítani, hogy te magad azt néznéd, vagy nem. És utána észre fogod venni, hogy miket tudsz változtatni a streamen. Ne streamelj túl sokszor egy héten. Nem kell full 24-be tolni, vagy na jó, még minden nap még belefér, de viszont már van az a hely, ahol nem néz téged senki, mert túl sokszor streamelsz, és nem tudsz jó tartalmat kitalálni. Szóval, hogy mikor te streamelsz, akkor te tartalmat gyártol élő adásban, ami nehezebb, mint videókat csinálni, mert a videót azt meg tudod vágni, és meg tudod szerkeszteni. De viszont életben te kontentet nyújtol az embereknek, amit nekik nézni is kell, és nem elkattintanak, fú, ez egy rossz videó. Nekik azt élvezni kell, nézni, és meg kell nekik nyújtani, ami kell. Ennyi is lett volna. Köszönöm, hogy eddig végignézted. Ha segítettem, kérlek nyomni egy lájkot, vagy feliratkozás esetleg. Hogyha még akarsz több ilyen videókat, azt már körülbelül elmondtam kétszer, vagy valami hasonlót, akkor nyomj egy lájkot, vagy írj a kommentbe, hogy milyen videót rakja fel következőnek. Én is Steven voltam, kövessetek Twitch-en, gyertek a DC-re, viszlát, és használjátok Tos alsóha Viktort. Az átom sokan. Hello.